Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 15-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Magha holdházban van, és ez a holdház Regulus csillag hatása alatt áll. Ez a csillag a királyoknak, a császároknak, az uralkodóknak a csillaga. Tulajdonképpen az oroszlánnak a szívében van, a szívét jelenti. Tehát ezen a napon kell, hogy uralkodjunk valami felett, és gondoljunk a szívünkre. Ez lehet a szerelem, ez lehet a szeretet, vagy lehet olyan helyzet, amit kedvelsz. Élni a hivatásodat, a szép családi kapcsolatokat, persze, szerencsét hoz a szerelmi élet területén is, hiszen itt szívügyekről van szó. Viszont ezen a napon, május 15-én vannak feszültségek is. Például a Hold és Jupiter bolygó között. A Hold kihat az érzelmeinkre. És Jupiter bolygó vagy az igazságot, vagy az igazságtalanságokat jelenti. Mivel itt feszültségről van szó, lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy benne vagyunk egy helyzetbe, ami igazságtalannak tűnik. Azt is jelentheti ez a kapcsolat, hogy ezen a napon nem szabad eltúlozni valamit. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Ott van a koporsó. Ez lehet egy örökösödési ügy, és mivel ott van a 4 levelű lóhere is, akkor itt lesz egy jó kimenetel. Akkor is, ha ezen a napon igazságtalanságok érnek bennünket. A koporsó jelenthet más dolgokat is, mint például egy régi kapcsolatot, a múltat, lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér hozzád. Amit a koporsó még jelent, lezár valamit. Mivel itt az ő gondolatairól van szó, jelentheti azt, hogy lezárja a negatív gondolatokat, és akkor lesz itt szerencse. Például, ha eddig úgy gondolta, ó, ez úgysem sikerül, akkor most változik a gondolatvilága, ami szerencsét hoz számára. Amit a koporsó még jelenthet, hogy lezár bizonyos kapcsolatokat, és ez hozza majd a szerencsét nektek. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. A gólya jelenti a változásokat, a ház pedig az otthonát vagy a családját. Tehát családon belül lesznek változások. Ha a két kártya így együtt van, a ház meg a gólya, az gyakran költözködést jelent. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A virágcsokor az jelentheti a te szépségedet, vagy a szép környezeted, lehet egy meghívás, vagy egy ajándék is, és a kígyó az jelentheti azt, hogy mellék utakon közeledik hozzád, vagy jelenti a gyógyító erőt, és a virágcsokor a gyógyulást. A kígyó gyakran utal transformációra, megújulásokra, lehet, hogy valami változik a külsődön, és ő ezt észreveszi,
A fellépésed az a virágcsokor, tehát utal a szépségedre. A kígyó lehet egy hölgy is, ez lehet a te barátnőd, aki megajándékoz téged, vagy meghív benneteket, de azt is jelenthetik a kártyák, hogy a kígyó az ő ex-társnője, és mivel felül ott van a koporsó és lezár bizonyos kapcsolatokat, akkor most közli ezt veled, hogy ő végleg lezárta ezzel a nővel a kapcsolatot, sőt a baloldali kártyák jelenthetik azt is, hogy akkor nála egy költözködés lesz, és ez a hír előnyös számodra, és akkor a virágcsokor azt jelenti, hogy ez úgy jön, mint egy ajándék neked. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán. Itt az egybetűről van szó, a régi írásmód középen van. Most töprenkedünk azon, hogy mit jelent ez a betű. Például nyugat, nyár, nyuszi, nyíregyháza. Név nem jutott eszembe nekem ezzel a betűvel, de talán neked igen, akkor írd le a kommentárba, ennek nagyon örülnék. A régi írásmód az középen van, olyan, mint egy fordított D betű. Lehet, hogy valamit másképp kellene nézni, fordítva nézni, vagy olyan, mint egy kör, és a körnek a fele. Lehet, hogy valamin osztozkodni kell, vagy hogy ő a te lelki társad, ő a te feled. A napi energiakártya az alul jobb oldalon látható. Nem tudom, hogy nektek feltűnt-e, nekem igen, hogy a modern tárókártyák képei nem mindig ugyanazt mutatják, amit a klasszikus tárókártyának a jelentése lenne. Így vagyok ezzel a képpel is, és én inkább a képet nézem, és úgy magyarázom el, ahogy én ezt értelmezem. Látható, hogy ez a hölgy otthon ücsörög, kipiheni magát, ott van a kávés csésze a kezében, szünetel, és most erre van szükségünk, hogy megtaláljuk a nyugalmunkat. Egy kis visszahúzódás, vagy szünet, a nyugalom, talán jót tesz, ha kávét iszunk. Különösen, ha feszültségek vannak most ezen a napon, május 15-én, a Hold és Jupiter hatása alatt, akkor jobb, hogyha nem érzékenyen reagálunk, hanem megtartjuk a nyugalmunkat, ezt a várakozást, ezt a pihenést, ezt a kis szünetet, és közben jót tesz az, ha kávézgatunk. Szerintem ez az üzenet a mai napra. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra ez a betű, vagy látogass meg a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, ott megjelenik naponta a mai naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!